Na, sziasztok, én Alex vagyok, és kicsit ma csevegjünk az új update-tel kapcsolatban, mert sok volt a félreértés, hogy mégis... Mert olyanokat hallottam, úgymond, hogy rossz lett az update, meg hogy jaj, ez elbaszott mindent, és így mondom, jó, akkor matekozzunk egy kicsit. Szóval az update a következő, itt a képernyőn lehet látni, hogy lényegében két számjeggyel kevesebb lett minden a piacon, és a játékosoknak ugye a pénze is emiatt. Tehát, ha arányban nézzük, semmi nem változott. Ha matekozunk, semmi nem változott. Annyi változott, hogy ha mondjuk 100 millióról van szó, akkor nem 100 milliót mondasz, hanem 1 milliót. Mert két számjegye, 2-0-val, ha így tetszik, kevesebbet kell. Ugye ez könnyebb, mert sok ember nagyon nem tud számolni, és sokkal könnyebb ugye kisebb számokkal számolni. A második még ugye, hogy nagyon sok ember ért a max pénzt, és hát a legkönnyebb így volt ugye megoldani. Így lehetett megoldani, hogy akkor jó, akkor lejjebb visszük 2-0-val mindenki pénzét és mindent a piacon, ugye. Szóval azok, akik esetleg emiatt hagyták abba, vagy félreértették, azok most már tudják, hogy semmi nem változott. És még ebben a videóban szerettem volna egy update-et elmondani, egy következő update-et, aminek biztos örülni fogtok, hogy bejönnek ilyen napi csomagok, meg heti csomagok. A hetiben még nem vagyok biztos, de a napi biztos, hogy be fog jönni. És annyi, hogy naponta át tudtok venni kulcsokat. Szóval kulcsokat át tudtok venni, és ezt majd kinyitogatni. Illetve gondolkoztam még abba is, hogy segítsük a kezdő embereket, hogy naponta egy időpontban lesz kijal. Tehát ez ki lesz hirdetve, hogy mikor ugye ez az update-ban, amikor be fog jönni, ez ki lesz hirdetve. De szerintem egyébként este valamikor, amikor tényleg mindenki ráér, ugye este 5-6-7, de mondom még, ez nem biztos, mert hogy a kijal biztos, de hogy az időpontok nem biztosak még. Aki nem csatlakozott még egyébként, az jöjjön fel a Discord szervünkre, ott mindent megtalál, de tényleg mindent a szíveklevel kapcsolatban, és akkor, hogyha nincs az, hogy feljössz, és akkor hoppá, ez megváltozott, és azt se tudod, hogy hol vagy, hanem megnézed Discordot, és hoppá, ott az update, részletesen le van minden írva, hogy miért, és hogy. Szóval, mint mondtam, kettő nagy update várható kulcsokkal kapcsolatban, illetve utána majd a láda update, amit ugye már nagyon sokan vártok, és be fog jönni egy új láda, szóval igen. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, és a következő videóban valamikor találkozunk, mint mondtam, Facebook oldalt lájkoljátok be, és a Discord szerverünket csatlakozzatok. Én Alex voltam, gyertek fel a szívek lovára játszani, kliens a leírásban megtalálható, sziasztok!